Dr. Dénes Tamás már több jótékonysági akció szervezője volt. A Magyar Rezidens Szövetség elnöke, a Pro Sanitatis közhasznú egyesület vezetőjeként kárpátaljai embereknek segített többször is. Például a Magyar Könyvvel a Magyar Szóért akcióval. Ezúttal a Magyar Tenger Határok Nélkül címet viseli a legújabb jótékonysági szervezése. Mint három játékos azonnal pozitívan reagált a megkeresésükre, és biztosított arról, hogy amint meglesznek a mezek, aláírják ezeket. Megkeressük a Magyar Kézilabda Szövetséget, és az elnök úr vetési híván azonnal reagált, és átvettük a mezeket, és most itt tartunk. Dr. Dénes Tamás elmondta, hogy augusztus végén Balatonfüred lesz a nyaraló gyerekek központja. Én a Pro Sanitatis közhasznú egyesület keretein belül a Magyar Tenger Határok Nélkül akciónkat fogjuk megtartani, fogalmazok így, augusztus 26-a és 31-e között 10 kárpátai magyar diákot fogunk szeretni nyaraltatni Balatonfüreden, és a támogatások mértékétől függően különböző programokat szervezni, budapesti látogatás, Magyar Nemzeti Múzeum, Parlament, sümegi vállátogatás, és természetesen a kötetlen szórakozás a balatonfüredi strandon lesz a program, és ennek az akciónak a támogatására kértünk fel több magyar férfi kézilabda játékost, hogy egy aláírt mezzel támogassa az akciónkat. Mindenki, a Miklár Roland, Nagy László, Császár Gábor az első megkeresésünkre reagált. Szövetségtől, Magyar Kézilabda Szövetségtől, Vetési Ivánon keresztül, elnök úron keresztül megkaptuk a mezeket, és ezeket a mezeket pedig értékesíteni fogjuk az egyesület javára a jövőben. Hogy tud ez majd működni, hiszen erre licitálni kell? Mik a tervek ezzel kapcsolatban? Hogy juthatnak hozzá a rajongók? Van egy közösségi oldalunk, a legnépszerűbb közösségi oldalon Pro Sanitatis név alatt megtalálnak bennünket, és már ide el lehet kezdeni a licitálást, fogalmazok így. Ugye jelenleg egy Miklár Roland, Nagy László, Császár Gábor mezünk van, illetve Illyés Ferenc tett ígéretet, hogy egy aláért mezzel támogatja az egyesületünket. Konkrétan, hogy melyik médiumban lesz meghirdetve, tehát országos, vagy helyi rádió, vagy tévécsatornán keresztül tudjuk ezt megszerezni, nincs pontosítva, de a közösségi oldalon keresztül már most is, illetve nyilván mi népszerűsíteni fogjuk minden lehetőségünkkel ezt az akciót. Mi alapján választódnak ki a gyerekek Kárpátalján, hogy ki az a 10? Nagy Béla főgondok ura, a magyar református, tehát a Kárpátai Magyar Református Egyházkerület főgondoka, ami kontakt emberünk, és azt kértem tőle, hogy tanulmányi eredmények alapján 14 és 18 éves magyar diákokat válogassanak be, 10 diákról van szó, két kísérővel, tehát 12-en fognak érkezni, illetve mi fogjuk őket Balatonfüredre szállítani 26-án, augusztus 26-án. A 10 érkező fiatalnak minden bizonnyal nagy élmény lesz a Balatonon eltölteni az egy hetet.